itt a művészettörténész megérkezett hozzánk, hogy új kiállításokról informáljon minket. Milyen kiállítások várhatók a héten, vagy a jövő héten? Igazából most két olyan kiállítást szeretnék ajánlani, amik futnak már pár hete, de azt gondolom, hogy fontos lenne mind a kettőt megnézni, még mielőtt bezár. A kortárs galériáknak az életében a nyár az mindig egy olyan szezon, amikor amellett, hogy pár hétre bezárnak, általában egy csoportos kiállítással készülnek. Ezek a csoportos kiállítások általában a galéria művészeinek a legújabb munkáit mutatja be, vagy egy-egy tematikát járnak körül. És most két ilyen kiállítást szeretnék ajánlani. Az egyik az Inda galériában a Kettős játszma című kiállítás, a másik a Karton galériában a Vanília. Kezdhetjük is igazából. Mindkettő jól hangzik. A Karton galériában ez a Vanília kiállítás a címmel ellentétben nem egy ilyen szirupos vagy édes kis témával foglalkozik, hanem pont igazából az ennek az ellentétjével, a férfiassággal, és a kiállításnak az alcíme is az, hogy a férfiasság egydimenziós felfogásán kívüleső szótár. Hogy kerül ez összefüggésbe a Vaníliával? Hát azt gondolom, hogy pont így az ellentét kapcsán, hogy ez a kiállítás egy arra vállalkozott, hogy a férfiassággal, a maszkulinitással kapcsolatban van egy csomó sztereotípia, olyan szerepek, olyan helyzetek, amikkel kapcsolatban az emberek, vagy vannak ilyen beidegződések, olyan fogalmak, olyan fogalomtársítások, amiket a férfiassághoz kötünk. És igazából ezt veszi nagyító alá, és ezekkel a helyzetekkel akar valamit kezdeni, megmutatni a másik oldalát, hogy utána a néző döntse el, hogy igazából mit gondol erről, vagy hogy melyik az igaz. Egyébként a témának a beágyazottságát mutatja, amellett, hogy ez egy hiánypótló kiállítás, hogy tavaly például Ludwig Múzeumban volt egy kiállítás, pont egyébként így a nyári szezonban, aminek az volt a cím, hogy a Mesztelen Férfi. És ez a Mesztelen Férfi... Volt sikere a kiállításnak, feltételezem. Volt sikere, ez egy utazó kiállítás volt egyébként, és ott pedig a férfi testre, illetve a férfi akt szerepének, meg a vizuális megjelenésének a változására fókuszált, hogy az elmúlt 100 évben hogyan változott meg a mesztelen férfi testhez való viszony, és ennek milyen jelentései voltak. Még mondjuk a női testnek van egy ilyen több ezer éves beágyazottsága, amivel ugye nem, ezt nem kell magyarázni, vagy mindenkinek teljesen egyértelmű, a férfiaknál már nem ennyire egyszerű a helyzet. Igen, meg érdekes, hogy említetted ezeket a sztereotípiákat, tehát hogyha így visszagondolok azokra a fotókra, jó, nyilván nem aktot láttam mondjuk a dédapámról, de nagy, kockás áll, ugye nagyon-nagyon karakteres arc, legalább bajusz vagy arcszőrzet, nagy izmok, tehát ugye főleg a mezőgazdaságra, mondjuk akik ebben dolgoztak, ez volt a jellemző, de egyébként is egy ilyen nagyon férfias kiállás volt az, ami jellemezte azt a kort. Manapság gyakrabban látok fiúcskákat, vagy inkább lányos alkatú fiúkat, és ez nagyon-nagyon sokat változott egy 100 év alatt is. Gondolom, erre épül inkább a kiállítás, hogy ezt majd mutatni. Ez a Ludwigos kiállítás ezzel is foglalkozott, illetve hogy a férfi alkotók hogyan nyúlnak mondjuk így a saját testükhöz, hogyan reprezentálják. És egyébként egy nagyon érdekes kis kitérő, hogy a 80-as években New Yorkban a Museum of Modern Artban volt egy kiállítás, ahol 169 művész vett részt, ez egy seregszemle volt, ahol csak 13 vagy 16 művész volt a felsoroltak közül nő. És egy feminista művészcsoport, a Guerrilla Girls-nek ehhez a kiállításhoz datálódik a legendává vált kampánya, ahol egy ilyen mesztelen nőt lehet látni, egy majommaszkkal az arcán, ami az egész művészcsoportnak a tulajdonképpen a védjegyévé vált, és tehát ebben a klasszikus női akt beállításban, és az mellett a felirat magyarul, hogy a nők csak mesztelenül juthatnak be a múzeumban, utalva ezzel arra, hogy a kiállított művészeknek csak az 5%-a női alkotó, miközben az aktoknak a 85%-a, ami a múzeumban van, nőket ábrázol. Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen érdekes... Furcsa kontraszt, de talán a férfiak azok kicsit gátlásosabbak, szégyenlősebbek is.
cáfolj meg, ha tévedek. Vagy mindenki nézze meg a kiállításon, hiszen gondolom, hogy festmények és szobrok ugyanúgy előfordulnak. Igen, videók is, illetve több olyan fotósorozat van, ami nagyon érdekes. Egyébként pont a férfiak testével foglalkozik a Vékony Dorottyának a fotósorozata. Az ő neve is előkerült már korábban. Ő most diplomázott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem fotószakán, és a diplomások kiállítása kapcsán beszéltünk róla, a csókról, mint jelenségről, meg témáról készített egy sorozatot, és ez pedig férfi akt csoportképek, amik egy ilyen teljesen elidegenítő háttér előtt, tehát egy ilyen sötét háttér előtt vannak, ilyen nagyon drámai megvilágításban ezek a férfi csoportképek. Egyrészt az esendőséget, a sérülékenységet, tehát egy más oldalról. Nem egy ilyen domináns, erőteljes férfiak jelennek meg, hanem sokkal inkább ez az emberi oldal. Tehát ahogy így meglettek teremtve. Ez érdekes, mert ugye művészi aktfotózással én 2008 óta foglalkozom, de így csoportképként, hogy egy érzelmet, vagy valamilyen érzelmi reakciót kiváltva férfiak vannak egy képen, ezt nem nagyon tudom elképzelni, hogy hogyan, milyen pozícióban, hogy az ne legyen polgárkukkasztó és ne taszítást váltson ki valakiből. Hát akkor azt hiszem, neked is érdemes. Nekem is ott helyem. Egy másik fotósorozat, szintén a kiállításról, a Szász Linnának a fotósorozata, az a címe, hogy Zsolti mama, menj, bemegy. És ez a fotósorozat egy elég kényes témát boncolgat, három fiatal prostituáltnak a hétköznapjait, az intim közelségét mutatja be. Igazából heti szinten járt hozzájuk így fotózni, és tényleg azt a fajta érzést, azt a fajta összetartozást lehet így a képeken is érezni, ahogy ők egy családként funkcionálnak. Tehát, hogy a sehová se tartozás, az így nagyon összekovácsol három azonos foglalkozást űző fiatalt, ahol igazából egy szerelmek, féltékenység is kirajzolódik, igazából hármajuk között egy ilyen szerelmi háromszög. És ez fotósorozaton bemutatva? És ez is egy fotósorozat, amihez egy ilyen nagyon dokumentarista kézzel nyúlt a fotós, ami egyébként jellemző is rá. Azt gondolom, hogy egy nagyon erős, nagyon magával ragadó sorozat, amit szintén érdemes megnézni a kiállításon. És van még egy fotósorozat, ez pedig az Even Candy alkotó pároshoz tartozik. Az Even Candy 2009 óta dolgozik együtt, és a Gádi Vinko Andrea és Szombat Éva fotográfust fed. Az utóbbi években nagyon beírták magukat a fotós élet, illetve a kortárs kiállítási életbe, és nagyon sok divatanyagot is készítettek, és ami nagyon jellemző rájuk, egy ilyen provokatív, kicsit gicsbehalló, de igazából inkább ezeket a gicselemeket inkább fricskaként, vagy társadalomkritikaként is kezelő attitűd. Kicsit felnagyítva, groteszk. Igen, így felnagyítva, és egy ilyen nagyon sajátos világot teremtenek ezzel. És ezen az ő fotósorozatokon különböző fiúk jelennek meg, akik nőies vagy női ruhába bújtak, de egyikük sem transvestita, hanem inkább a saját korosztályokat dokumentálják, ahogy bulizás, vagy egy-egy ilyen esemény kapcsán, ami egy esküvő, vagy nem tudom mi, viccesen, de valahogy egy női ruha kerül rájuk. Mondjuk nekem tetszenek ezek az elvetemült ötletek, mert ilyet még ha senki nem csinált eddig, akkor azért poén, ha megcsinált már valaki, akkor ugye lehet jobbat, vagy lehet másként látni ezt a témát. Igen, úgyhogy ennyi a Vanilliáról. Ez most nyílt, és augusztus 1-ig látható a Karton Galériában. És a másik kiállítás pedig az Inda Galériának a kettős játszma. Ez egy a galéria művészeihez köthető művészeknek a kiállítása az Inda Galérián belül, és igazából egy állapotként, vagy egy ilyen hétköznapokra, vagy éppen egy ilyen aktuális állapot jelentésként lehet így értelmezni, hogy mik azok a problémakörök, az a tematika, ami éppen így a művészeiket érdekli.
és ezek közül is párat ki szeretnék emelni, például a Cene Mártának a fotósorozatát, ami azért is volt nekem különleges, mert a Cene Márta egy nagyon elismert fiatal festőművész. És nagyon érdekes, azt gondolom, amikor egy festő vagy szobrász egy teljesen más anyaghoz nyúl, egy más médiumot használ, és hogy abban hogy találja meg magát. Igen, a szűzkéz mindig különlegeset alkot. A Cene Mártának ez a fotósorozata igazából étkezési hulladékokat mutat. Tehát a lehámozott gyümölcsnek a héja, vagy a kicsirázott burgonya, és ezekből szinte így a reklámnak a hatásmechanizmusával dolgozó fényképeket alkolt, ahol erőteljes megvilágításban, kontrasztos kompozícióban vannak ezek helyezve, ilyen barokkos csendéletként. Azt gondolom, hogy vizuálisan nagyon ütősek. Üzenete is van? Tehát gondolok itt arra, hogy mondtad, hogy a hulladékot használja fel tárgyként, illetve fotózásra. Gondolom, hogy ennek esetleg a fogyasztói társadalomra nézve mondjuk lehet egy olyan üzenete, hogy azért mennyi szemetet gyártunk. Azt gondolom, hogy a társadalom kritika is, meg egyfajta egy ilyen vanitás csendéletként is. Tehát a művészet történetében, tehát ez az elmúlásnak a szimbolikája, az évszázadok óta ilyen csendéletek formájában, ahol esetleg a búrjánzó növények, vagy a rengeteg étel különböző formában, különböző stádiumban megjelent, és azt gondolom, hogy a lakoma képek. Igen, illetve annak egy ilyen elvirágzó, elmúló megjelenítése. De ugyanígy az El Hassan Rózának a rajzsorozata is nagyon érdekes. Ő szír felmenőkkel rendelkező képzőművész, aki a jelenlegi szír helyzetre reflektált a rajzsorozatában egy ilyen nagyon érzékeny lírai attitűddel, ami azt gondolom, hogy abszolút érdemes meglátogatni. Vannak itt azért jó programok Pesten. Ezt a kettőt még mondd el kérlek, hogy mikor, meddig és hol van ez a két kiállítás, amivel érkeztem. A kettős játszma az Inda Galériában van, és a hétvégéig látható, illetve szeptember 5-ig bejelentkezéssel. A másik kiállítás, a Vanília, pedig a Karton Galériában látható, ez pedig augusztus 1-ig. Illetve még egy Budapesten kívüli kiállítást is szeretnék újra a néző figyelmébe ajánlani. Pár hete itt voltam az Art Plus-nak az egyik szervezője, és ez most a héten kezdődik, két nap múlva, Tihanyban, ami nem csak képzőművészet, hanem zene és színház, tehát egy ilyen összművészeti rendezvény. Tehát aki esetleg hallotta és kedvet kapott hozzá, akkor ezen a héten ellátogathat Tihanyba. Illetve aki nem hallotta, az a videótárban megtalálhatja az Art Plus-szal kapcsolatos információkat, illetve visszanézheti ezt a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál. Én köszönöm.